Köszöntök mindenkit, én Streki vagyok, és visszatérünk egy Cabal Online Dungeon bemutatóval, amely a Volcanic Citadel, vagy Seal of Darkness, az a SOD névre hallgat. Ez egy 95-ös dungeon, amely Portlux végétől megközelíthető. Ugye itt látjátok Portlux térképét, és ennek itt a legvégén található a Seal of Darkness nevű dungeon. Ide fogunk bemenni. A szokottól eltérően most nem a Forceblader-emmel fogok játszani, hanem egy másodlagos karakteremmel, ez egy 156-os Force Archer. Vele fogunk bemenni ide, és vele fogjuk kitisztítani ezt a dungeont. Na lássuk! Kicsit fel, erősítjük magunkat. Ennek a karakternek egyébként a jellegzetessége az, hogy healelni képes, illetve buffokat tud adni. Ezek bizonyos ilyen erősítő hatások. Na, de közben nyomjuk is. Volcanic Citadel. Challenge, és rögtön egy ilyen kis teremszerűségben találjuk magunkat, ahol szembe mögöttünk egy ilyen runa oszlop található, és arra rákattintunk, majd az első lehetséges első lehetőségre rámegyünk. Itt ezekkel a naga variorokkal nem kell törődni, tovább rohanunk, elkanyarodunk jobbra, majd a hajtókanyarban visszafordulunk, és ennek a végén lesz egy mob, a Tiraf nevű mob. Őt kell nekünk először megsemmisítenünk ahhoz, hogy tovább mehessünk. Miután ő megvolt, lehetőséget kapunk arra, hogy a mellettünk lévő rúna oszlopra rákattintsunk. Így. Ő még nem dob ládát, és általában semmi egyebet. Majd a későbbiekben lesz ez. Nos, itt újra kiszíneződik egy ilyen rúna tömb. Rákattintunk, és az ugye egy lehetséges opció van először erre. Elfogadjuk ezt a quest jutalmat. Elfogadjuk. És lesz read the story, olvassuk a storyt. Nem, most nem fogjuk végigolvasni. Egyszer igen, aztán continue. Aztán a második lehetőség, aztán az első, első, majd a második, második. Második, második, és aztán az első, a This is the end of message opció lesz ennek a küldetésnek a vége, és hogyha rákattintunk, leomlik ez a kapu. És itt mehetünk is tovább. Nos, itt Blazehound-ok találhatóak, amelyek elég nagyot sebeznek kis szinten, illetve folyamatosan sebez minket egy lángoló meteor fentről. Itt haladunk tovább. Itt különböző mobok megölésével itt a sarokban el lehet menni egy másik úton is, én ezt nem ajánlom, így hát erre megyünk, amerre ez a fő út jön. El lehet menni, de azt nem ajánlom, mert akkor kihagytok egy ládát, és az sosem jó, mert ki tudja. Tovább jöttek itt a kanyargó úton, másmerre nem tudtok jönni. Majd amikor ide értek, találhatok két ágyút, meg egy kaput. Na most itt egy Archerrel érdemes elnyomni a Battle Mode 2-t, mert akkor kettő célpontot is tudsz targetelni egyszerre. Ugye ezekre rákattintunk, bekapcsoljuk az autóattakot, és Battle Mode 2-vel szépen megsemmisítjük ezt a két ágyút. Majd miután ez megtörtént, lenyílik ez az ajtószerűség itt, és ezt a szemben lévő kaput, ami egyébként folyamatosan lő, szintén szétlőjük, és ez enged tovább minket az első úgynevezett bosshoz, amely ládát fog dobni nekünk. Így is van! És ugye leomlik, rákatunk erre a kék portára, let's get in, és itt van az első boss, amely a Karir névre hallgat, ez egy Archer, egy gyíjász. Aki egyébként nagyon szereti a gyűrűkurát, annak tetszeni fog ez a dungeon, ugyanis a végén a gyűrűkurából híres Balrog lesz az ellenfél. Felvesszük. Őt kell majd legyőznünk a legvégén. Igen, úgy is néz ki, onnan nevezték el. Hát Balrogot kell majd megölnünk a legvégén. Aztán tovább jövünk. Szemmel lévő kapun is a Jakr nevű minibosst kell megölnünk. Majd ha ő kész, akkor ide leesik egy láda, rákatunk egy kerítés és egy területi sebzéssel bíró skillt elnyomunk, amely ki fogja nyitni a mögötte lévő ládát, a megérdemelt droppot fel is vesszük, és haladunk tovább. Ahogy tovább haladtunk ezen a sebző folyosón, ami folyamatosan láva sebez, a Vulcanic Freezen Guardot kell megölnünk. Itt mellett több Dark Phalanx is támadni fog minket. Ez egy elég gyors dungeon, elég sűrű, elég jó a drop, hogyha jó köröd van, és szerencsés vagy, akkor azért elég jó a drop. Miután őt megöltük, ez a fal leomlik itt, és egy Brycry nevű kis varázsról jön ki,
akit szintén meg kell ölnünk, és ládát is kapunk érte. Szépen legyaluljuk. Tehát a végén Balroggal kell megküzdenünk az It Nem Mész Át, vagy You Shall Not Pass nevű jelenet, ugye, ahol Gandalfal küzdött, meg Balrog, és lerántotta Gandalfot magával a mélybe. Igen, az a szörny lesz ennek a dungeonnak a végén, hogy kilopta kitől, valószínűleg a Cabal Online a gyűrűkurától. Megkapjuk a ládát Brightcry után, szétnyitjuk, felvesszük, és megyünk tovább erre. Itt található lesz egy kerítés, amit szépen szétlövünk, majd bemegyünk ebbe a terembe. Ott jön egy effektíve érdekes rész, eddig ugye nem sok küldetés volt, hál' Istennek nincs igazán ebben, csak kattingatós, de nem olyan sűrű. Így, bejövünk ide, a terem közepére, és itt meg fognak jelenni két oldalról Dark Phalanxok. Ezeket meg kell ölnünk. Így, aztán táncolunk tovább, majd a szembeni két oldalról fog jönni két ilyen hullám Dark Phalanx. Őket szintén megöljük, és ez így fog menni azt hiszem 4 körön keresztül. Amikor is megkapjuk a fő boss-t, vagy a fő boss-t, itt ezen a részen a fő boss-t, nem egy mini boss-t, hanem ennek a résznek a boss-át kapjuk majd meg, aki azt hiszem Paks névre hallgat? Nem vagyok biztos benne. És mindjárt megint kapjuk oldalról őket, így van, meg is jelennek. Őket is meggyilkolásszuk. Így. Felveszük a pénzt. Táncolhatunk tovább. Most megint jön, azt hiszem még egy talán, de már ebben nem vagyok biztos. Igen, ez az utolsó. És ezután jön majd a boss. Így. Tánc. Töltödjön az SP. És most megint jönni fog a boss végre. Itt is van Paks névre hallgat, középen vele együtt megjelenik a Dark Phalanxok is. Pakst szépen likvidáljuk. Érdemes, hogyha képes a karakter rá debuffolni. Mindegyik bosst érdemes debuffolni egyébként. Az idő pénz, tehát jobb időt spórolni egy-egy dungeonban. Így. Miután őt is megöltük a terem sarkába, kiesik egy láda. Őt szétnyitjuk, megkapjuk érte a kis ajándékot. Majd itt erre értem szerint csak egy lehetőség lesz, mindig végig kattintgatjuk ezt a rúna oszlopot, és itt megint egy sebző folyosó, amit láthatjátok, végig rohanunk. És a végén egy ajtó van, vagy egy gát, egy kapu, amit szintén szét kell törni. És ezzel lassan el is érkezünk a dungeon végéhez. Így. Rohanunk tovább. Itt megtalálható majd a Pashin nevű boss. Ő egy elég szívós boss. Érdemes rá odafigyelni, a Warrior szimbolizálja a játékban. Szívós, elég nagyot sebez és elég tankos is. Tehát vele érdemes vigyázni, azzal aki a megengedett szint jön be a dungeonba, mert ezt könnyen meg tudjám szivatni az embert. Így. Még én is pedig effektíven nagyszintű vagyok ide, de még én is ütöm egy darabig Choringert, csak kapja az arcába. Miután megöltük, kidob egy ládát, kinyílik a kapu, a ládát kinyitjuk, a cuccot felvesszük, és beérkezünk egy ilyen nagy körülakú terembe, ahol igen, ott már középen le van fogva Balrog. És itt elindulunk balra, és itt lesz egy kis beugró rész. Bemegyünk kék portára rákattintunk, és ebben a szobában majd a kiszintűek, és illetve azon belül papír karakterek, sőt mindenfajta karakter nagyon vigyázzon, mert sok mage lesz bent, és amint megütöd a középen álló Prashir nevű főmage-et, az összes meg fog támadni. Ez nagyon nehéz itt kiszinten, erre figyeljetek oda, mert talán az egyik legnehezebb rész a dungeonnak. Hogyha készintő vagy, mert annyi távolsági sebzést kapsz, hogy véged. Miután őt legyőztük, itt is kapunk egy ládát, azt szintén szétnyitjuk. Felvesszük, megyünk tovább. Kijövünk, és itt vagyunk a félkörön, és tovább jövünk, elhaladunk egy bezárt kapu mellett. Elhaladunk, és itt megint van egy kiugró, ide is megyünk, tehát teszünk effektív egy kört.
Ide is bemegyünk, és bejövünk egy ilyen terembe, ahol force shielderek vannak, és bejövünk ide középre, ahol itt van ez a fura Atberg nevű shielder boss. Ő is elég sok HP-val és védekezéssel rendelkezik, viszont egy kicsit kevesebbet sebez, mint a társai. Viszont itt a nagy mennyiségű kísérő mob miatt kell óvatosnak lenni. No, miután őt is sikeresen abszolváltuk. Érdemes területi sebzéseket használni itt, mert azzal akkor sebzed a többi mobot is, és hogyha van életlopásod vagy vampiriked, akkor visszatöltelik a bizonyos életed, több experience-et, tapasztalatot is kapsz a szinteden, és elfogynak a mobok. Kinyitjuk itt is a ládát, nagy semmi, majd visszamegyünk oda, ahol bejöttünk, rákattintva a kék portálra kimegyünk, és tovább megyünk itt a félkörbe, az utolsó ilyen kis beugrónál bemegyünk ismét, ahol bladerek lesznek, a Tarf nevű bladert fogjuk itt megölni. Tehát effektíve rövid idő alatt sok ládát dob ez a dungeon, és ez ezért szeretik, illetve a drop rate megengedi, hogy vagy a drop list megengedi, hogy nagy droppok is szoktak esni, tehát itt egészen 1 milliárd értékű dolog is eshet. Miután megöltük, kinyitjuk a relic chestet, megkapjuk a jutalmat, és visszamegyünk a félkörbe. És visszamegyünk a félkörben visszafelé, kinyílik ez a gát, amelyet először elhaladunk, ahol Dark Priestek vannak. Itt, illetve itt van a Tiarf nevű Force Blader, ő azt a karakter szimbolizálja, amivel eddig voltak a dungeon bemutatók, a nagy Karim. Na, nagyszerű. Őt is megöljük. Ő is elég erős egyébként, vele is nem árt, hogyha óvatosak vagytok. Főleg hangsúlyozom, hogy kis szinten. Kis szinten az dungeon kifejezetten nehéznek számít. De azért teljesíthető. Így, ni. Egy utolsó spell. Miután ő meghalt, itt is van egy láda. Azt is kinyitjuk. És itt mellette van egy rúnaoszlop ismét. Arra rákattintva kiteleportál minket ide középre a barrokhoz. Ez azt jelenti, hogy jön a főbossz, a Balrog. Rákattintva előtt erre a... Na mondjátok meg, hogy mi ez. Egy gát, ugye ebből jön az erő, pajzs. Rákattintunk erre az elsőre, majd nem a previewsra, hanem az alatta lévő, ugye nem a visszára, hanem az alatta lévő lehetőségre. Második, második, itt első, itt második, második, itt talán második, nem. Na akkor még egyszer. Első, második, második, első, második, 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 és első, break the seal by using Pax Helm. Törd össze ezt a sealt a Pax ilyen sisakjának segítségével. És most mindjárt le is omlik ez, itt érdemes elnyomni egy battle modot, nekem nem kéne, de elnyomom. És megjelenik Balrog teljes egészében, mint láthatjátok, még hasonlít is a gyűrűkúrás Balrogra. És ő egy kis várakozás után mindjárt elérhető válik arra, hogy üssük. Eltűnik. Megjelenik és üthetjük is. Egy kap egy debuffot, és már üthetjük is. Miután őt megöltük, kinyitjuk az utolsó ládát, és ezzel sikeresen teljesítettük a dungeont. Ez egy nagyon jó dungeon tud lenni, nagyon jó is tud lenni a drop, hogyha az ember egy kicsit szerencsés, illetve rövid, és ez egy fontos dolog. Így. Megöltük, nekem már ő nem nagy kunszti, azért epikusabb csatát fogtok vele írni kis szinten. És akkor kijövünk ki a jobb oldali kijáratnál középről, és itt van ez a Legendary Box, amit kinyitva megkapjuk az utolsó droppot. Oké, majd itt a mellette lévő rúna oszlopra rákattintva a felsőre, hallod a hangot, majd ez, ismét rákattintva, így, Clear Dungeon, dobsz a dobókockával, mint ahogy az eddigiekben, és ki is dob rögtön dungeon elé. Ennyi lett volna a Seal of Darkness, vagy Vulcanic Citadel nevű dungeon. Ajánlom mindenkinek, effektíve drága a belépő, bár ez eventektől függően sokszor változik, attól függ, hogy az upgrade korháig, ami az utolsó drop is volt, milyen áron mozog éppen. Sok dolog összesség egyébként, hogy egy dungeon belépő mennyibe kerül. A lényeg az, hogy ajánlom, jelenleg kicsit húzós az ára, nem is hozta szerintem ez a kör vissza az árát. Kicsit húzós, de bőven benne van a szerencse faktor, és bőven nagyot lehet kaszálni, hogyha az ember ide jár.
illetve rövid, gyorsan tudsz több kört is menni belőle, és hosszú távon valószínűleg visszahozza az árát, ez biztos, és hogyha szerencsés vagy, akkor még nagyon nagy pluszban is leszel. Ez volt tehát a Vulcanic Citadel Dungeon bemutató, remélem élveztétek, bocsánat, egy kicsit összeszedetlenül beszéltem, fáradt vagyok, és nagyon este van már, de azért remélem élveztétek, és tudtam segíteni annak, aki esetleg elkezdeni a játékot, és kipróbálná ezeket a dungeonokat. Én Streki voltam, ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, ha nem, akkor egy diszlájkot. Ha még nem tetted és támogatnál, iratkozz fel, legközelebb szombaton vagy vasárnap, biztos, hogy hétvégén egy jó kis izgalmas horrorra. Sziasztok!